Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, szeretettel köszöntöm Önöket a házigazda Szent Adalbert Központ és a szervező Laskai Jósvát Antikvárium nevében. Folytatva a tavaly elkezdett honismereti előadássorozatunkat, ma estének a témája az 1848-49-es szabadságharc, azon belül is főleg az esztergomi vonatkozások. És örömmel jelentem be mai előadónkat, aki ennek a témának a legkiválóbb ismerője. Fogadják szeretettel Hermann Robert történészt. Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim! Ha megengedik, azért néhány szót szólnék arról, hogy hogyan kerültem én a 48-as téma közelébe, mert talán nem egészen érdektelen. Én nagyjából 6 éves koromban döntöttem el, hogy töltemmel szeretnék foglalkozni. Kézügyességem soha nem volt, ugye manapság is nagyjából a villanykörte kicseréléséig terjed a műszaki érzékem, és hát, hogy úgy mondjam, a reáliákban sem nagyon merültem el sohasem, viszont a töltem az mindig nagyon vonzott. Székesfehérváron születtem, és ott a Teleki Blank, a Rákóczi Ferenc általános iskolába jártam, ahol az első emeleten ott volt a nagyságos fejedelem, ugye a Mányoki Ádám féle képderéktől lefelé meghosszabbítva, és azt gondoltam, hogy ennél szebb nincs a világon, és igazából én a Rákóczi szabadságharccal akartam foglalkozni. A tetejébe 7. koromban volt éppen a nagyságos fejedelem születésének a 300. évfordulója, amikor ugye rengeteg könyv, újságcikk, tévéműsor, stb. Is volt erről. Egy valami zavart engem mindig, hogy ugye a derék kurucok gyakorlatilag a háború minden egyes csatáját elveszítették. Tehát vagy az volt, hogy valaki átállt, vagy valaki nem jött meg, vagy megjött, de nem időben, vagy fölbukott ugye a fejedelem a lóval, és a csapatok szétfutottak, vagy már megnyerték ugyan a csatát, de elkezdtek fosztogatni, mire visszajött az ellenség, és ugye elzavarta őket a csatatérről. Tehát sok minden előfordult, csak győzelmet nem sikerült aratni egyetlen egy nagy csatában sem, és engem ez mindig nagyon, nagyon zavart. És 7. voltam, amikor édesanyámnak köszönhetően kaptam egy történelmi regényt, ez Féja Gézának a Visegrádi Esték című munkája volt, nem tudom, hogy önök közül kik olvasták. Ugye arról szólt a dolog, hogy az idős Görgei Artúrnak éjszakánként Visegrádon megjelenik Kossuth Lajos, és végigbeszélik a szabadságharc sorát. És hát nekem addig ilyen jól megalapozottan rossz véleményem volt Görgeiről, tehát hogy egy piszkos áruló volt, aki miatt ugye nem sikerült megnyerni a 48-49-es szabadságharcot, de ebből a könyvből valami egészen más derült ki. És azt szokták mondani, hogy az ember ugye először a jelet kapja, meg utána meg a próbatétel jön. Hát ugye mindjárt abban az évben sikerült összevitatkoznom a történelem tanárnőmmel egy ténykérdésről egyébként. Ugye éppen akkor tanultuk 48-49-et, és ugye mondta, hogy hát ugye az volt a baj, hogy előre nyomultak a magyar csapatok a Lajtáig 48 októberében, de ugye Görgei nem kelt át a Lajtán, nem segítette meg a bécsi forradalmat, és ezért veszett el a magyar szabadságharc. És én mondtam neki, hogy az nem Görgei volt, hanem Móga János, mert Görgei csak az elővéd parancsnoka volt az adott pillanatban. Mire ő erősítgette, hogy de az Görgei volt, és mondtam, hogy nem a Görgei, hanem a Móga. Hát ugye ez 13 éves korában az ember elég jó öntudattal rendelkezik. A végén odáig ment a dolog, hogy majdnem kirúgatott az iskolából, ugye a tanári tekintély megkérdőjelezése miatt. Azóta is szoktam emlegetni minden előadáson, főleg gimnazistáknak, ugye, akiknél ez termékeny talajra hull, hogy az ember azért vigyázzon azzal, hogy meddig védelmezi a saját igazát. Lényeg az, hogy ez még jobban megerősített, és hát aztán utána innen már nem volt megállás, annál is inkább, mert a 48-as szabadságharcban, még ha a végét nem is mi nyertük meg, de azért volt néhány győztes csatánk, és hát nem is akármilyenek, ugye elég a tavaszi hadjáratra gondolni. De hogy ne saját magamról, hanem a kitűzött témáról beszéljek, ugye Esztergom város, illetve Esztergom megye 48-49-es története nagyon tapintatosan szólva is nem mondható feldolgozottnak. A közönséget némi megnyugvással töltheti el az a tudat, hogy ez általában a legtöbb magyarországi városról és megyéről elmondható, és még amikor feldolgozzák őket, akkor sem mindig van benne köszönet, hogy tapintatosan fogalmazzak, és ez legalább annyira szól a szakma országos képviselőinek, mint általában a helyi képviselőknek is. Ugye 98-99-ben volt a szabadságharc 150. évfordulója, rengeteg okmánytár és egyéb munka jelent meg, de igazából nagyon kevés olyan volt, ami ezen belül rendszeres feldolgozását adta volna egy-egy város, vagy egy-egy megye, vagy akár egy megye és egy város együttes történetének, és ezek között is volt olyan, ami nem más volt, mint mondjuk egy 70-es években megjelent várostörténeti, illetve megyetörténeti monográfiának az összeillesztése a Marx és Engels idézetek elhagyása után.
Az, amit most el fogok mondani Esztergom városról és megyéről, az is talán egy kicsit inkább a kutatás lehetséges irányairól és a hiányairól fog szólni, de azért remélem, hogy néhány ténybeli újdonságot is közölhetek. Ugye Esztergom történetét 48-49-ben, a városét is, meg a megyéjét is, alapvetően a Duna közelsége, illetve a Duna itteni folyása határozta meg, és emellett ugye a főváros közelsége is. A Dunának köszönhetően, és hát ugye a Dunán akkor már gőzhajók is jártak, naponta legalább kettő, de időnként több is, a Dunának köszönhetően Esztergomba mind a Bécsben, mind a Pozsonyban, mind pedig a Budapesten történt hírek viszonylag hamar elértek. Ugye március 14-én már tudtak itt a Bécsben kitört forradalomról, március 16-án pedig már megérkezett a pesti forradalomnak a híre is. Ennek köszönhető, hogy Esztergom városa volt az egyik első olyan magyarországi település, ami reagált ezekre az eseményekre. Március 16-án már elfogadták a pesti 12 pontot. Ugye náluk hamarabb csak Komárom reagált, amelyik már március 13-án, tehát gyakorlatilag két nappal a pesti forradalom előtt elfogadta ugyanezeket a követeléseket. Ennek is megvolt a maga oka. Március 18-án pedig a négy város rész, ugye a Szabadkirályi város, a Víziváros, Szentgyörgy mező, illetve Szent Tamás város küldöttei egy ilyen ősgyűlés jellegű közgyűlésen jöttek össze, és kezdeményezték a négy település résznek az egyesítését. Tehát nem csak a főváros első egyesítési kísérletére került sor 48-49-ben, hanem ugye Esztergoméra is. Úgy gondolták, hogy ezt legjobban úgy lehetne megvalósítani, hogyha a 12 pontban is már követelt, és azonnal föl is állított belső rendfenntartó szervezetnek, a nemzetőrségnek az egyes település részeken felállított egységeit közös vezénylet alá helyezik. Ez azért persze nem volt olyan egyszerű dolog, mert ugye a Szabadkirályi város az saját jogon vehetett részt, ha úgy tetszik, ebben a dologban, de a másik három városrész az a vármegye joghatósága alá tartozott, tehát ebben az ügyben ki kellett kérni a vármegyei közgyűlésnek a véleményét, és miután egyelőre még fennálltak az úrbéri viszonyok, és ugye ezek a településrészek földesúri hatóság alatt álltak, hát azért nem volt olyan egyszerű ezt a dolgot megvalósítani. A nemzetőrségek a Szabadkirályi városban nem teljesen új szervezetként jött létre, hiszen Esztergom Szabadkirályi városában is a napóleoni háborúk óta létezett egy részint rendfenntartó, részint díszelgő testület, ez volt az úgynevezett polgárőrség. A polgárőrségnek voltak magyar, illetve voltak német századai a városban, és a legtöbb szabadkirályi városban is, így Esztergomban is az történt, ugye, hogy a polgárőrséget bővítették ki a nemzetőrségbe önként jelentkező egyéb személyekkel, és ilyen módon alkották azt meg. Magából a négy település részből ez egyébként 48. március végére nagyjából 1280 fő iratta be magát nemzetőrnek. Ez a létszám aztán a későbbiekben fluktuált, mert a kezdet-kezdetén mindenkiből lehetett nemzetőr, amikor viszont a Magyarországgyűlés elfogadta a nemzetőrségről szóló 22. törvénycikket, és az uralkodó április 11-én ezt szentesítette, utána viszont már szigorú előírások voltak arra, hogy kik lehetnek nemzetőrök. Tudni illik meghatározott éves jövedelemhez, meghatározott vagyonhoz, vagy meghatározott földbirtokhoz volt ez kötve. Kivételt egyedül az értelmiségi végzettségűek képeztek. Ugye azt szoktam mondani, hogy a választójognál is és a nemzetőri szolgálatnál is őket kivették ezek alól a vagyoni előírások, vagy jövedelmi előírások alól, mert az értelmiséget már akkor sem a gazdag jövedelem jellemezte Magyarországon, viszont úgy gondolták, hogy nem árt, hogyha mondjuk ezekben a testületekben vannak olyan emberek, mint mondjuk az orvosok, akik ugye el tudják látni a sebesülteket adott esetben, a lelkészek, akik fel tudják adni az utolsó kenetet, vagy ugye fel tudják őket lelkesíteni, ha esetleg fegyveres cselekményre kerül sor, illetve olyan tanárok, tanítók és egyebek, akik mondjuk fel tudják olvasni a napi parancsot, hiszen ebben az időszakban azért Magyarországon az írástudás még nem volt túlságosan előre haladott. Március 28-án a megyei közgyűlés már foglalkozik is ezzel az egyesülési kérelemmel, és hát többé-kevésbé rábólintanak, illetve ekkor szavaznak bizalmat az alakuló félben lévő magyar kormánynak, és ekkor fogadják el, hogy azokat a körleveleket, amelyeket a miniszterelnök szétküldött, többek között a jobbágyfelszabadítás előzetes, tehát királyi jóváhagyás előtti
szentesítés nélküli kihirdetéséről, hogy ezeket ki fogják hirdetni a megyében. A megyének 48 előtt nem volt főispánja, volt egy főispáni helytartója, ugye ezeket nevezték más néven adminisztrátoroknak, ezeket a központi kormányzat küldte ki általában a megyébe, jóval többet kerestek, mint az alispán, és központi büdzséből fizették őket, viszont ennek köszönhetően ugye általában a központi Bécsben székelő kormányzatnak az akaratát közvetítették. Ezt a főispáni helytartót Andrássy Józsefnek hívták, április 16-án azonban Szemere Bertalan belügyminiszter az összes többi más ilyen kinevezettel együtt felmentett őt a megbízatása alól, és hát ugye a továbbiakban a megyében a két alispán, Andrássy Mihály, illetve Huszár Zsigmond volt az, akiknek a rendszerváltás folyamatát, ha úgy tetszik, le kellett vezényelniük. A megyénél még egy dolgot nagyon fontos hangsúlyozni, illetve magánál a városnál is, ez pedig ugye a szomszédos megyét, Komárom megyét, illetve az ott található legfontosabb erődítményt, a Szűzlávt, Komáromot, amelynek a biztosításában aztán a vármegyének, tehát Esztergom megyének, illetve Esztergom városnak a nemzetőrsége is meglehetősen komoly szerepet játszott. A megyében is megszervezték a nemzetőrséget, összességében egy olyan 5500-6000 fő lehetett a legmagasabb létszám. Ez országos szinten nem volt kevés, és főleg, hogyha mondjuk az arányokat nézzük, a megye lakosságához képest ez viszonylag jelentősnek volt mondható, ami azt mutatja ugye, hogy Esztergom megyében, illetve Esztergom városban is viszonylag sokan voltak olyanok, akik hát jómódúnak voltak mondhatók, illetve hogy magas volt az értelmiségi végzettségűeknek a száma is. 1848. április-májusában kiderült, hogy a nemzetőrségen kívül szükség lesz valamifajta rendes katonaságra is az országnak, hiszen a Magyarországon állomásozó császári királyi katonaságra nem feltétlenül lehetett számítani, és ezért hirdette meg a kormány már ebben az időszakban 10 rendes mobilis nemzetőri zászlóhajnak a szervezését. Ezek voltak a későbbi honvédek. Ez már reguláris katonaság volt, de a nemzetőrségi törvénynek egy passzusát felhasználva szervezték meg őket. Tudniillik a nemzetőrségi törvényben volt egy olyan kitétel, hogy nem csak azokat lehet fölvenni, akik bizonyos jövedelemmel, vagyonnal vagy értelmiségi végzettséggel rendelkeznek, hanem azokat is, akik érdekeltek a belső rend fenntartásában, már pedig tudjuk, hogy egy ilyen gumi jellegű szabály gyakorlatilag bárkire föl lehet, vagy rá lehet húzni, és ilyen módon kezdődött meg ennek az önkéntesekből álló haderőnek a szervezése. Esztergomban, Esztergom megyében és a városban önálló honvédzászlóját nem szerveztek, a megyei és a város által kiállított önkénteseket Győrbe szállították, és az ottani 5. honvédzászlóhajnak a soraiba kerültek. Hogy pontosan mennyien voltak ezek az Esztergom városi és megyei önkéntesek, ezeket részletes kimutatás hiányában nem tudjuk megállapítani. Ugye ebben az alakulatban kezdte egyébként a katonai karrierjét 1848. júniusában a Szabadságharc későbbi fővezére Görgei Artúr is, ő volt ennek a zászlóhajnak az egyik századparancsnoka. Magát az alakulatot 48. augusztusában levezényelték a Délvidékre, és gyakorlatilag a Szabadságharc végig ott is szolgált. Ugye részt vett az ottani, a szerbek ellen vívott harcokban, és hát egészen a végnapokig igyekezett kellő kitartással védeni a hon ügyeit. Ugye a másik nagyon jelentős fejlemény 1848-ban a jobbágy felszabadítás mellett, amely hát ugye érintette az egész megyét, illetve a város három területét is, tehát ugye az úrbéres szolgáltatásoktól a korábbi paraszti lakosság megszabadult, és ezzel együtt ugye maga a polgári jogegyenlősítés is megtörtént, hiszen kivették őket az úri szék, tehát az úri joghatóság alól. A másik ilyen nagy fejlemény az ugye a népképviseletnek a bevezetése volt. Korábban, mint ezt mindannyian tudják, ugye csak a nemességnek, a szabadkerületeknek, illetve a szabadkirályi városoknak a követei voltak ott az országgyűlés alsó tábláján, emellett ugye a káptalanoké, a felső táblán pedig csak a szűkebb értelemben vett arisztokrácia, tehát a bárok, grófok és hercegek, valamint ugye a zászlós urak, illetve a püspökök és érsegek. Ugye ez a fajta képviselet, ez gyakorlatilag az ország lakosságának az 5%-ára sem terjedt ki.
Azzal, hogy megváltozott a képviseletnek a módja, tehát hogy ugyanígy vagyoni, illetve értelmiségi cenzust vezettek be a választójognál, ilyen módon a választásra jogosultaknak a száma nagyjából a kétszeresére, de lehet, hogy még többre növekedett Magyarországon. Ez nem a mai értelemben vett demokrácia volt, tehát ugye csak 22 év fölötti felnőtt férfi lakosok, akik gazdai hatalom alatt nem álltak, büntetlen előéletűek voltak, és hát, mint említettem, hogy a férfiak voltak, tehát nem lehettek közöttük nők, ez nem volt szép dolog, de azért abban az időszakban már megkezdődött a női emancipáció, hogy a Szendrei Juliska Petőfi Sándor felesége már nadrágot is hordott és szivarozott, de lényeg az, hogy a választásra jogosultak közé a nők ennek ellenére nem kerültek be. Tehát ilyen módon a választás a jogosultaknak a száma az jelentősen kibővült, és ugye Esztergom városából, illetve a megyéből is a korábbi két megyei és egy városi követ helyett most már összesen három képviselőt lehetett küldeni a népképviseleti országgyűlésre. Ezek közül egyet a város választott meg, ő volt a korszak egyik leghíresebb, de legalábbis leghangosabb szónok, a Besze János, ugye, aki 1817-ben született, és már a reformkorban is hát az egyik legszínesebb egyénisége volt az akkori pártharcoknak, már a 32-36-os országgyűlésen ott volt az országgyűlési ifjak között, tagja volt a Társalkodási Egyesületnek, majd pedig hát ugye a 30-as évek végétől, 40-es évektől a reform ellenzéknek az egyik leghathatósabb agitátora volt itt a megyében. Ugye az emlékiratai azok színes epizódok tömkelegét tartalmazzák, nagyon kár, hogy ezeknek a többsége semmilyen módon nem igazolható, de ennek ellenére hát nagyon szórakoztatóak, és végül is az ember nem azért olvas feltétlenül emlékiratot, hogy igazat írjanak benne, elég, hogyha jót mulathat az egyes történeteken. Ugye Beszéről mondták azt, hogy még az ágyúdörgést és a harang zúgást is keresztül tudta kiabálni, és hát valóban nem egy olyan esetet jegyeztek fel róla, amikor a dörgő hangjával mondjuk az esztergomi zsidóságot megtámadni akaró csőcseléket egyszerűen visszariasztotta, mert féltek, hogy átszakad a dobhártyájuk, és inkább hazamentek, vagy amikor ugye Debrecenben a helyi lakosságot kellett népfelkelésre fölhívni, akkor inkább beálltak népfelkelőnek, csak ne kelljen tovább hallgatni beszélt, mert még halláskárosodott lesz belőlük. Tehát valóban az egyik legkiválóbb személyiség volt ebből a szempontból. A másik két kerületben, tehát a Párkányi, illetve a Táti kerületben pedig egy Zsitvai József nevű nemesi származású hentesmestert, ugye ez önmagában egy nagyon szép dolog, választottak meg, illetve egy Varga Benedek László nevezetű úriembert. Ők mind a ketten 1807-ben születtek, és arról nevezetesek egyébként, hogy mind a ketten mindvégig kitartottak a népképviseleti országgyűlésen, tehát egészen, ha nem is az utolsó aradi, de legalábbis az utolsó szegedi ülésig biztosan ott voltak, ellentétben Komárom megye követeivel, akik viszont 1848 végén, 49 elején elhagyták az önvédelmi harc táborát, és helyettük másikat kellett választani. Tehát Esztergom ebben a tekintetben leelőzte Komárom megyét. Nyilván ezt Komárom megyében nem mondanám el, de hát most magunk között vagyunk. Még egy nagyon jelentős fejleménye volt, ugye 1848-ban Esztergom városnak és megyének, pontosabban az esztergomi egyházmegyének. Tudni illik, ebben az évben nevezte ki az uralkodó 5. Ferdinánd király Hám János szatmári kanonokot esztergomi érsekké. Az más kérdés, hogy végül is a jóváhagyási eljárás a Vatikánban nem ment végig, tehát Hámot igazából soha nem iktatták be ténylegesen, és amikor 1849 végén az osztrák hatóságok meg akartak tőle szabadulni, akkor ugye erre hivatkozva vonatták vissza, vagy mondatták őt le a megbízatásáról, és ugye így került Szitovszky János a helyére. Ugye Hám Jánosról érdemes elmondani, hogy a 1945 utáni időszakban, és főleg az 1948 utáni időszakban ő volt Mindszenty József történeti előképe, és ezt abban az időszakban nem pozitív értelemben vették, ezt nyilván önök is tudják. Tehát ugye ő volt az, aki a Habsburg abszolutizmus szekértolója volt, és én nem tudom, mindenféle rondaságot elmondtak róla. Talán még dollárral is üzletelt, ugye, mint Mindszenty Józsefről terjesztették 1948-49 után. Ugye Hámról annyit érdemes mondani, hogy kétségkívül nem volt egy forradalmár alkat, de hát mondjuk a püspököket általában nem arra tartják, meg az érsekeket, hogy forradalmárok legyenek. Az ő dolguk ugye a nyáj gondozása és védelme, és ennek a feladatának Hám kétségkívül minden tekintetben eleget tett. Az, hogy nem követte 1849
januárjában a Debrecenbe menekülő kormányt. Ez teljesen természetes dolog, ezért lehet utólag neki szemrehányást tenni, de általában egyetlen egy olyan püspök vagy érsek nem követte a kormányt, amelynek, vagy akinek az egyházmegyéje nem a magyar kormányzat fennhatósága alatti területre került. Azok elmentek, szegények, ugye le is csukták őket általában 1849 után. Hám ugye 49 januárjában a többi magyar püspökkel együtt kiadott egy körlevelet, amelyben az uralkodó első Ferenc József iránti engedelmességre hívta fel a magyarországi híveket, de mondjuk nehezen tehetett volna mást, amikor esztergomon császári helyőrség volt, és az összes többi városban is ilyenek voltak. Ugyanakkor viszont a becsületére legyen mondva, hogy 1849 június-júliusa után, amennyire csak lehetett, igyekezett védeni az egyházmegyéjébe tartozó és kompromittált papokat a császári megtorlás elől. Tehát joggal megérdemli, hogy ha nem is forradalmárként, jó szívvel emlékezzünk az ő munkásságára. Ugye már említettem azt, hogy itt volt a szomszédban a Komárom megye, és itt volt a szomszédban a komáromi erőd, amely Magyarország legfontosabb erődítménye volt abban az időszakban. Ezeknek az erődítményeknek, amelyek az országban voltak találhatók, az élén általában ilyen tisztességben, becsületben megőszült császári királyi altábornagyok, vezérőrnagyok üldögéltek. Hát ugye a várőrség az részint ilyen félrokkant katonákból állt, részint harmadik zászlóhajakból, tehát a nem első vonalbeli alakulataiból a császári királyi hadseregnek. És 1849. augusztusától, amikor már lehetett sejteni azt, hogy itt a magyar és az osztrák fél között talán nem békésen fognak megoldódni a viszonyok, a magyar kormánynak az egyik legfontosabb feladata és az egyik legfontosabb törekvése az volt, hogy ezeket az erődöket, ezeket a várakat próbálják meg biztosítani a magyar kormányzat számára. A komáromi erődben 48 júniusáig egy horvát kiegészítésű császári királyi sorzászlóhaj tartózkodott, ezt szerencsére sikerült onnan kipaterolni. Ezen kívül itt volt egy galíciai kiegészítésű, inkább ukránokból, mint lengyelekből álló császári zászlóhaj, valamint egy magyarországi kiegészítésű, részint magyarokból, részint románokból, részint pedig szászokból álló zászlója, turszki gyalogezredből. Az említett ukrán-lengyel zászlóhajat is 1848. augusztusában kivonták az erődítményből, maradtak ugye a turszkiak, akik hát voltak vagy 400-an, ami tekintve a komáromi erődnek a kiterjedt mi voltát, hát még arra sem nagyon volt elegendő, hogy mondjuk a macskákat elkergessék a várfal alól, hogyha arról lett volna szó, tehát valamilyen módon itt ugye fegyveres erőről kellett gondoskodni. Először a Győrben szerveződő 5. honvéd zászlóját vezényelték be az erődbe, amikor azonban kellőképpen kiképezték, akkor ugye ezt is leküldték a Délvidékre, és végül is 1848. augusztusában Batthyány Lajos miniszterelnök ezért döntött úgy, hogy mozgósítja az esztergom megyei és városi nemzetőrség egy részét, és beküldi a komáromi várba az őrszolgálatnak az ellátására, illetve magának az erődítménynek a biztosítására. Ugye ennek az 1200 főből álló nemzetőrzászlóhajnak, ami ugye a megye és a város által kiállított nemzetőrség nagyjából egynegyedének, egyötödének felelt meg, a parancsnokságát a már említett Besze János kapta, mellé ugye egy őrnagyi kinevezést is. Ebből persze mindjárt botrány lett, mert a helyiek az akkor már képviselőként működő Beszét megvádolták azzal, hogy nem mondott le a képviselői tisztéről, holott meg kellett volna tennie, és ugye egyszerre látja el a nemzetőrőrnagyi és a képviselői hivatását. Na most azért, hogy megnyugtassam önöket, 1848-ban nem az volt a szokás, hogyha valakinek 5 állása volt, ugye képviselő volt, polgármester volt, felügyelő, bizottsági tag volt, stb., akkor mindegyik helyről fizetést húzott, hanem hogyha valaki képviselő volt, és emellett nemzetőrőrnagy, akkor nyilatkoznia kellett, hogy a nemzetőrőrnagyi fizetését kéri, vagy pedig a képviselői napi díjait. És ez bizony nagyon komolyan vették abban az időszakban, tehát akkor még úgy gondolták, hogy egy embernek egy jövedelem elegendő kell, hogy legyen. Ebből kifolyólag, amikor Beszét följelentették a derék esztergomiak az országgyűlésnél a fenti vádakkal, akkor az országgyűlés joggal dobta vissza ezt a vádat azzal, hogy Besze valóban kap nemzetőrőrnagyi fizetést, viszont nem kapja az országgyűlési napidíjait.
és a követi visszahívás, ami 1848 előtt ugye bevett szokás volt, manapság is lenne rá időnként igény, ez kétségtelen, a népképviseleti törvény elfogadásával megszűnt, tehát ha valakit megválasztanak 4 évre ugye képviselővé, akkor az ott marad, ha csak nem meggyulladt benne a pálinka, vagy én nem tudom, valami más nem történik vele, ami miatt alkalmatlanná válik hivatásának ellátására. Mindegyik rendszernek vannak előnyei, hát ugye manapság azért 20-valahány év demokrácia után az ember időnként elgondolkodik, hogy azért a visszahívásban is lehetett valami. Lényeg az, hogy Besze megmaradt nemzetőrről nagynak, és valóban ugye bevonult Komáromba, azonban az erőd parancsnoka Friedrich Merz altábor nagy nem engedte be a nemzetőröket a belső várba, csak a Nádor vonalon, tehát ugye a Dunának a bal partján, a Duna és a Vág között húzódó erődítmény részbe szállásolta be őket. De aztán ugye Batthyány Lajosnak köszönhetően, aki határozott parancsot küldött a komáromi vár parancsnokságnak, végül is beengedték őket a belső várba is, annál is inkább, hogy hát ugye a helyiek ott is, mármint a helyi katonaság szívesen vette volna, hogyha ott is besegítenek az őrszolgálat ellátásába. Nagyjából egy hónap múlva kellett őket leváltani, az esztergomiak nem voltak nagyon lelkesek ebben a pillanatban, általában egyáltalán semmilyen megyének és semmilyen városnak a nemzetőrei nem voltak lelkesek a külső szolgálattól, gondoljunk bele, éppen túl voltak a jobbágy felszabadításon, ugye a betakarítási időszakban, vagy mondjuk a szőlőmunkáknak az időszakában milyen lelkesedéssel ment el valaki egy hónapra a kiegyenesített kaszáját tartani a vállán, akár Komáromba, akár a Dráva partjára, akár pedig a délvidékre, hogy az utóbbi helyen még a fejét is levághatták a szerbek, hogyha éppen úgy alakult a dolog. De miután Batthyány ügye rápirított a megyei és a városi hatóságra, kiállítottak újabb 1200 nemzetőrt, és ezek augusztus végén szintén bevonultak az erődbe. Ez azért volt nagyon lényeges, mert 1848. szeptemberében, amikor a Batthyány kormány lemondott, akkor a Derék Merz tábornok hát megpróbálta volna megtartani az erődöt a császár hűségén. Igen, ám de hát itt voltak ezek a fránya esztergomi nemzetőrök. Megpróbált ugyan behozni immáron 2 zászlóaljat a már említett ukrán-lengyel legénységű császári királyi ezredből, azonban a komáromiak, pontosabban a monostoriak elkötötték a komáromi hajóhídnak a Duna jobb parti részét, és ilyen módon ugye a derék ukrán és lengyel bakák legfeljebb úszva tehették volna meg az utat a túlpartra, ahhoz meg hát nem volt túlságosan sok kedvük, és ilyen módon az erődítmény a magyar csapatok kezén maradt, majd pedig szeptember 28-án a magyar tisztika annak többek között ugye beszélnek a felszólítására az erődben lévő császári királyi katonaság is letette az esküt a magyar alkotmányra, mert pedig ugye fogta magát, és hát eltávozott betegszabadságra, szegényt ennek ellenére később igazoló eljárás elé állították 1849 után a császári hatóságok, és hát elég komolyan elhegedülték a nótáját. Ugye, hogyha tudjuk, hogy a komáromi erőd mennyi gondot okozott nekik 48-49-ben, akkor nem csodálkozhatunk ezen a egyébként teljesen méltánytalan felelősségre vonáson. 1848. augusztus végén, amikor már lehetett látni, hogy itt fegyveres harcra is sor kerülhet, Batthyány Lajos újabb önkéntes alakulatoknak a szervezését hirdette meg országszerte. Ezúttal azonban nem egy-egy központba vonták volna össze ezeket, mint a honvédeket, hanem megyei, illetve városi szinten kezdeményezték önkéntes csapatoknak a szervezését. Ennek a lényege az lett volna, hogy az a megye és az a város, amely ilyen önkéntes csapatokat kiállít, mondjuk a háború végéig, de legalább egy fél éves időszakra, az a továbbiakban mentesül a nemzetőrség mozgósításának a terhe alól. Hát ez ugye azért egy meggondolandó dolog volt. A megyék és városok többsége ezért igyekezett ilyen önkéntes alakulatokat kiállítani. Esztergom városában és megyében is került sor ilyesmire. Ezeket a Vácon lévő Dunán inneni önkéntes nemzetőrségi táborba küldték Ivánka Imre őrnagynak a parancsnoksága alá, és a Hont megye által kiállított önkéntesekkel együtt ők alkották ennek a tábornak a harmadik zászlóalját. 48. szeptember 29-én már ott voltak a Pákozdi csatában, többé-kevésbé ki is tüntették magukat, majd pedig a 48. október 30-i sveháti csatában, hát ott már kevésbé vitézkedtek, ugye ők voltak azok, akik állítólag lovastul földöntötték a saját őrnagyukat visszavonulás közben, de hát ez mondjuk a más alakulatokkal is, hogy úgy mondjam, megesett.
A következő jelentős fejlemény az 1848. októberre volt, ugye ekkor már lezajlott a Jelasics támadása, akkor már a magyar kézen van, kiűzték az országból az itt lévő horvát csapatoknak a nagy részét, amikor a magyar csapatok ugye már előre nyomultak a Lajtáig, ott volt Görgei, mint az elővéd parancsnoka, ugye, hogy megismételjem az elején elmondottakat, és ugye Kossuth Lajos, aki az időközben lemondott Batthyány kormány helyébe lépő, az országgyűlés által választott parlamenti bizottság, a honvédelmi bizottmány elnöke volt. Október közepén úgy döntött, hogy ő maga is személyesen a lajtai táborba siet, és ott megpróbál egyfajta fordulatot adni az eseményeknek, tudni illik rávenni a hadsereg tisztikarát, hogy mégiscsak menjenek át a lajtán, és segítsék meg a bécsi forradalmat, hiszen ez az országnak a hosszú távú érdeke. Igen, ám, de úgy gondolta, hogy nem megy üres kézzel, hanem felszed útjában minden fegyveres népet, ahogy az egyik körlevelében írta, és ezért ugye a Duna mentén indult el gőzhajóval, és minden jelentősebb településen, ami útba esett, ott megállt, és hát igyekezett rávenni a megyei és a városi hatóságokat, hogy a nemzetőreiket, önkénteseiket, vagy éppen az ott lévő szerveződő félben lévő honvédzászlóhajakat bocsássák a rendelkezésére. Ugye az első állomás az Vác volt, a következő viszont Esztergom, ami hát ugye az egyik legjelentősebb állomása volt az útnak október 18-án. Állítólag maga a Kossuth nóta is itt keletkezett, erről van vita néprajzi és a történeti irodalomban. De kétségtelen esett az eső, nem tudjuk, hogy karikára vagy sem, de hogy a Kossuth Lajos kalapjáról az egészen biztos, tehát nagy valószínűséggel akár Esztergomban is keletkezhetett volna ez a költemény. Egyébként van most ugye egy gazdátlan Kossuth szobor, esetleg Esztergomban ajánlanám a fölállítását, ugye a kisfaludi strobb félének, amelyik a parlament elől elkerült. Ugye Kossuth itt is jeles szónoklatokat mondott, és rávette a megyei és a városi hatóságot 1200 Esztergom városi és megyei nemzetőrnek a mozgósítására. Ezek egy részének jutott ugyan hely a gőzhajón, de a többség az gyalog volt kénytelen megtenni az utat a lajtai táborig. Többek között ugye a már említett Besze János vezetésével, aki útközben ugye a szónoki képességeit és a szervezői képességeit latba vetve mindvégig gondoskodott a megfelelő ellátásról. Nyilván ugye az útbeeső falvak és egyéb települések jegyzői és bírói is egy idő után megmondták, hogy úvölt velük, és inkább kiállították az előfogatokat, illetve megadták a megfelelő élelmiszert és egyebeket. Ugye október 30-án, amikor a sveháti csatára sor kerül, akkor ezeket a többnyire kaszával és legkevésbé lőfegyverrel felszerelt és hát kevéssé kiképzett nemzetőri erőket, ezeket a magyar centrumnak a második vonalában állították fel, gondolván, hogy így a tömeget ugyan adják, de nem őket fogja érni az első golyó. Igen, de az ellenség is hát ugye nagyon ravasz volt, mert a hátsó sorokba is lőtt, és hát ugye becsapott egy ilyen ágyugójó a csata közepén valamikor a Esztergom, illetve a Komárom megyei nemzetőrök közé, és hát azok, mint a nyúl, ugye futottak hátrafelé, majdnem Kossuth Lajost is földöntötték szekerestül, aki ugye próbálta őket visszafordítani a csatamezőre. Azt azért el lehet mondani, hogy valamennyi megyének a nemzetőrsége egyforma sebességgel futott, és hát, hogy úgy mondjam, legfeljebb a gyorsaságban lehetett némi eltérés, és a maratoni futót meg hazudtoló teljesítményt tudtak időnként nyújtani, mert volt olyan nemzetőr, aki állítólag egy végtében elfutott Sveháttól Pozsonyig, ami azért nem kis teljesítmény, viszont az életüket kétségkívül megmentették. Ebben az időszakban már folyt a honvédsereg számára újabb zászlóaljaknak a kiállítása, ugye 48. szeptemberében az országgyűlés úgy döntött, hogy az uralkodó által ugyan nem szentesített, de az országgyűlés által korábban elfogadott hadseregállítási törvényciket parlamenti határozat útján életbe lépteti, és ugye először újabb 15 honvéd zászlóaljnak a szervezését, majd újabbakét rendelték el. Esztergom városából nem lett honvédtoborzási központ, a város, illetve a megye újoncait többnyire Komáromba küldték, ott az erődben jobban ki lehetett őket képezni. Hogy ezen belül pontosan melyik zászlóaljakba kerültek, ezt nagyon nehéz megállapítani, ugyanis a zászlóaljaknak csak a töredékéről maradt fönn bármifajta névsor, és ott sem nagyon tüntettek fel semmi mást, mint mondjuk az illetőnek az életkorát, illetve a nevét, még a nemzetisége, vagy ilyen, vagy az illetősége sem nagyon szerepelt, de kétségtelen, hogy a megye és a város elég tisztességesen eljárt ebben a tekintetben. Az újabb fordulatot ugye 1848. decemberre hozta, amikor megindul a császári királyi főseregnek az összpontosított támadása Magyarország ellen.
Ugye a támadás december közepén a Dunának a jobb partján indul meg Windisgréc herceg vezetésével. Ugye december 18-án már elérik Mosont, 26-án, 27-én elfoglalják Győrt, és hát ugye a december 30-i Móri vereség után a Magyar Országgyűlés és a kormányzat úgy dönt, hogy átteszi a székhelyét Debrecenbe, mert az viszonylag jól védhető, részint a Tisza mögött van, részint pedig ugye Erdélyt, illetve Észak-Erdélyt addigra Bemapur már biztosította. Ez ugye azt jelentette, hogy a Dunántúli, illetve a felvidék nyugati részén lévő megyék rövid idő alatt valószínűleg a császári királyi csapatok fennhatósága alá fognak kerülni. December végén ugyan Kossuth elrendelte újabb önkéntes szabad csapatoknak a szervezését, Esztergomban is megindult ez a fajta szervezés, azonban mire bármifajta sikerre mutatkozhatott volna ennek a szervezésnek, addigra ugye a magyar kormányzat, illetve a magyar hadsereg elhagyta ezt a térséget, majd pedig ugye január 5-én a császári csapatok megszállták a fővárost, Budapestet. Esztergom megye és Esztergom város egy ideig még kiesett ebből a körből, tehát 10 napot kellett várni a főváros elestéhez képest, hogy a megye területére, illetve a székvárosba, ugye Esztergomba magába a császári csapatok betegyék a lábukat. Egy József Schiffmann nevezetű ezredes, a 23. csekkopieri gyalogezred parancsnoka volt az, aki az olasz legénységű zászlóaljával megszállta a várost 49. január 15-én. Január 16-án már összehívta a városi, illetve a megyei közgyűlést, és hát ugye letétette az esküd első Ferenc József császárra, mint törvényes uralkodóra. Volt olyan megyei tisztviselő, aki ugyan emlegette, hogy 5. Ferdinánd király nem egészen törvényes módon mondott le, vagy nem egészen törvényes módon mondatták le őt a trónról, de az elnöklő alispán Andrássy Mihály azt mondta, hogy jobb, hogyha vigyáz a szájára, mert még valami baja lehet, és hát ilyen módon ugye a megye az erőhatalomnak, illetve a város az erőhatalomnak engedve aláírta ezt a bizonyos hódolati nyilatkozatot. Maga a császári megszállás azonban ebben a pillanatban, vagy ebben az időszakban csak egy hétig tartott, ugyanis a Tisza mögé visszavonult magyar csapatok 1849. január 2. felében ellentámadásba lendültek, január 22-én elfoglalták Szolnokot, 25-én pedig Ceglédet, és egészen a főváros előteréig törtek előre. Ugye Windisgréc herceg a császári királyi fővezér, aki hát óriási hadsereggel indult Magyarország meghódítására, elkövette azt a hibát, ami a lehető legnagyobb hiba, amit egy hadvezér elkövethet. Tudnélik úgy gondolta, hogy az a biztos, hogyha minden egyes pontot kellő erővel megszáll, ami útba kerül, és egy idő után még a legnagyobb hadsereg is elfogy ilyen módon. Tehát amikor ez a bizonyos Percel Mór vezette magyar haderő ugye Szolnok Cegléd irányából a főváros felé tölt elő, akkor azt vette észre, hogy a fővárosi helyőrségen kívül, aminek nem tudja, hogy mekkora egészen pontosan a létszáma, hát olyan nagyon jelentős erői már nincsenek. Ezért aztán úgy döntött, hogy a környező megyékből és városokból minden helyőrségi csapatot berendel a fővárosba, és ez történt ugye a Schiffmann ezredes derék olasz bakáival is. Ők is január 23-24-e környékén elhagyták a várost, és ugye gőzhajón a fővárosba utaztak. Mire aztán a megye főjegyzője, Palkovics Károly, aki ugye a forradalmi érzelmű személyek közé tartozott, és aki elmenekült a császári megszállás elől, ugye ott termett Esztergomban, január 28-án összehívtak egy közgyűlést, és visszavonták a hűségnyilatkozatot, ugye, amit első Ferenc József császárnak tettek, és kimondták, hogy a továbbiakban is a magyar kormánynak szándékoznak engedelmeskedni. Ennek egyébként, hogy a császári csapatokat innen visszavonták, még egy előnye volt. 1849. január 13-án Bakony-Bélnél szétvertek egy kisebb magyar különít, mint a császári erők. Ez a Mednyánszky Sándor őrnagy vezette szabad csapat volt, amelyik hát ugye szétspriccelt a szélrózsa minden irányába. A szabad csapat maradványainak a többsége az északnak vette az útját, és nagyjából akkor értek Esztergom és Párkány térségébe, amikor a császári csapatok már elvonultak onnan. Ilyen módon aztán ugye át tudtak kelni a Dunán, és a magyar fennhatóság alatti kelet-magyarországi területekre menekülni. A magyar uralom is meglehetősen pünkösdi királyságnak bizonyult ebben a szép téli időszakban, ugyanis amint a Percel csapatai visszahúzódtak a főváros előteréből, 1849. február elején Windisgréc herceg újra úgy döntött, ugye, hogy Esztergom városát megszállhatja a saját erőivel,
és erre a feladatra a korábban Székesfehérvár megszállásában kitűnt, egyébként derék magyar nemzetiségű Petricsevics Horváth János ezredest bízta meg, egy gránátos zászlóhajjal, 600-addal küldte ide gőzhajón. Február 2-án érkezett meg Petricsevics Horváth, ugye azonnal újra letétette a hűségesküt első Ferenc Józsefhez. Nagyon szórakoztató volt ugye ebben az időszakban, hogyha kellő gyorsasággal történt az uralomváltás, akkor valakinek az aláírása még ugye meg sem száradt az előző hűségnyilatkozata, már is tehette az újabbat. Ugye a Esztergomnak a jelentőségét fölértékelte az, hogy közel volt hozzá Komárom, ami továbbra is magyar kézen volt. És ugye a komáromi várőrség, amelynek a létszáma ekkor olyan 8-9 ezer fő volt, az időnként úgy kikiütögetett a környékbeli településekre, és hát egy kicsit meg gyömiszkülte az ott lévő császári királyi egységeket, tehát általában ennek a térségnek, Komárom, Esztergom megyéknek a pacifikációját jelentős mértékben akadályozta. Ugye a tetejébe a megyében lévő a magyar kormányhoz hű közigazgatás emberei, tudván azt, hogy Esztergomot előbb-utóbb újra meg fogják szállni a császári királyi csapatok, Bátorkeszibe tették át a megyének a székhelyét, tehát ugye Bátorkeszi is elmondhatja, hogy volt valamikor megyeszékhely, és a derék Petricsevics Horváth úgy döntött, hogy ő megpróbálja őket fülön csípni. Ugye gőzhajón egy gránátos századot indított, jól elbújtatva őket, ugye mint egy ilyen rossz 20. századi kalandfilmben a rakodótérben. Azonban valaki ugye elárulta, hogy itt valami huncutság készül, és a parton lévő magyar egységek elkezdték ágyúval lőni a gőzhajót, mire az hát ugye menekült azonnal vissza Esztergom irányába. Itt került sor egy nagyon érdekes epizódra, ami azért máig nem egészen, hogy úgy mondjam, tisztázott. Ugye Esztergom városnak és megyének is van egy 48-49, illetve egy 49-es vértanúja, akiről még azt is nehéz eldönteni, hogy valóban vértanú-e. Egy Förster Ferenc nevű, hát ilyen bányaigazgató vagy bánya raktárnok, valamikor 49. február elején azzal a gondolattal foglalkozott, hogy az Esztergomban állomásozó gőzhajók egyikét azt megpróbálja elkötni, és Komáromba szökik vele. Nagyjából annyit csinált, hogy lement a kikötőbe, megnézte, hogy hány őr van, és amikor látta, hogy ötnél többen vannak, akkor hát ugye eltűnt a bátorsága, és úgy döntött, hogy ebből a vállalkozásból nem lesz semmi. Azonban ugye a magyar emberek rossz tulajdonsága őt is jellemezte, tudnélik nem tudott lakatot tenni a szájára, és valakinek elmesélte ezt a dolgot, hogy ő el akarta kötni a gőzhajót, de aztán arra jutott, hogy túl sokan vannak az őrök, és inkább lemondott erről, és akiknek elmesélte, azok sem tudtak lakatot tenni a szájukra, valaki nyomban besukta ugye a derék Petricsevics Horváth ezredesnél, hogy itten egy ilyen forradalmi összeesküvés készült. Ugye csak a szándék volt meg, tehát semmit nem tett az illető. Petricsevics Horváth azonnal lefogadta Förstert, aki mondta, hogy nem, hát ő ilyesmire nem gondol, de volna egy jó ötlete, hogy hogyan lehetne elfogni a Bátorkeszin lévő megyebizottmányt, és ugye akkor kezdődött ez az egész történet a gránátos századnak a kiküldésével. És miután ugye a rajtaütés nem sikerült, mindig kell találni egy felelőst, ezért Petricsevics Horváth arra hivatkozva, hogy a Förster el akarta kötni a gőzhajót, hadbíróság elé állította, hogy szegényt február 8-án kivégezték. Tehát ez is arra mutat, hogy az ember mindig gondolja meg, hogy mit gondol, és azt is gondolja meg, hogy ebből mit ad továbbiakban. Petricsevics Horváthnak egyébként nem volt egyszerű az élete, mert a február 4-i rajtaütési kísérlet után 5-én Párkánynál Esztergommal átellenben megjelent Eszterházy Pál őrnagy a komáromi várőrségből némi honvédgyalogsággal, illetve egy vagy két ágyúval, és elkezdte lövetni a túlparton lévő császári királyi csapatokat. A Petricsevics Horváth hadműveleti naplója szerint ez a céltalan és rosszul irányzott ágyútű semmifajta kárt nem okozott, majd pedig kénytelen a következő sorban bevallani, hogy de egy ilyen szökkenő lövéssel azért csak lelőtték az ő egyik tűzmesterét, aki ugye röppentyűvel, tehát a korabeli rakéta fegyverrel próbálta meg viszonozni a tüzet. Ugye a szökkenő lövés az azt jelenti, hogy gyakorlatilag kacsáztuk az ágyúgolyóval a Duna hullámain, tehát úgy irányozták, hogy megpattanjon a golyó, ami azért a magyar tüzérségnek a megfelelő szakértelmét bizonyítja. Február közepére a Komárom környéki császári királyi
hát Ostromzár kezdett bezárulni, ugye a környékbeli magyar csapatokat általában visszaűzték, és ettől a pillanattól kezdve azért az élet is nyugalmasabb volt Esztergomban, olyannyira, hogy a városban lévő megszálló erők közül 200 eleve a fővárosi helyőrséghez irányítottak, majd pedig ugye valamikor március végén Petricevics Horváth is egy újabb megbízatást kapott, hogy a Duna mentén, a Duna-Tisza közén lévő településeket rendszabályozza meg. A városnak a jelentőségét a tavaszi hadjárat értékelte fel ismét, hiszen ugye Komárom, illetve a főváros mellett itt volt összeköttetés a túlsó parttal, tehát a Dunának a bal partjával, Esztergom és Párkány között volt egy hajóhíd. Márpedig amikor megindult a magyar hadsereg tavaszi hadjáratának a második időszaka, tehát a főváros előterétől Komáromig tartó szakasz, akkor ugye a császári csapatok ezen a hídon keresztül elvileg tudtak volna átdobni erősítéseket, és valóban meglehetősen erőteljesen őrizték is ezt. Windisgrét hercegnek is az volt a terve a április 10-i váci ütközet után, hogy ebben a térségben von össze 35 ezer embert, és az akkor már tudhatóan ugye észak-nyugat felé tartó, és nagy valószínűséggel Komáromot felmenteni akaró magyar csapatokat innen fogja oldalba támadni. Ugye a Windisgrécnek kevés jó ötlete volt a tavaszi hadjárat során, emiatt is váltották le április 10-én. Ez azok közé tartozott, de ezt sem tudta megvalósítani, mert mire megindította volna az összpontosítást, addigra éppen elmozdították. És ugye tudjuk, hogy az utódok általában ritkán szeretik az elődök jó ötleteit, tehát az ő helyét átvevő Jelosics, ideiglenesen átvevő Jelosics Horváth bán, aki rangidős volt, az azonnal feladta a komáromi összpontosításnak a gondolatát, az ebbe a térségbe irányított egységeket újra a főváros környékére vonta, és hát ennek volt köszönhető többek között az április 19-i nagysallói császári vereség, holott, hogyha valóban megtörténik ez az áttörés itt Esztergom térségében, akkor Görgeinek elég sok gondja lett volna a Garam mentén. Április 20-án a Duna balpartján lévő magyar fősereg egységei Kéménnél már megverték a Párkányból abba az irányba előre nyomuló császári csapatokat, majd pedig megjelentek a Párkányi híd előtt, és annak egy részét megfúrták, ugye ez ladikokon volt, olyannyira, hogy a császáriak ilyen módon ezt nem használhatták, majd pedig rövidesen a császári csapatok kiürítették Esztergomot, és megindultak a Duna jobb partján Komárom irányába. 23-án vagy 24-én pedig Párkánynál már a 7. magyar hadtestnek a csapatai keltek át, és felszabadították Esztergomot. Ugye a várost és a megyét ettől kezdve egy ideig nem érintették a hadi események, viszont két szempontból azért volt jelentősége. Az egyik, hogy 1849. május végén Görgei a fősereg, de általában az egész magyar haderő működésének a koordinálására felállított egy központi hadműveleti irodát, amelynek az első székhelye május 25-től június 18-áig itt volt Esztergomban, tehát egy ideig itt volt a magyar fővezérség. Görgeinek is több levelét ismerjük innen a városból. Rendszeresen tárgyalt itt különböző katonai vezetőkkel. A másik, hogy ugye Párkánynak és Esztergomnak a közös jelentőségét fölismerve egy erődített hídfőt akart létrehozni Párkány térségében. Ennek az előkészületei meg is indultak, ugye Török Ignác korábban Komárom várparancsnok, a későbbi aradi vértanú irányította ezeket a munkálatokat, de hát mire ezekből lehetett volna valami, 49. júniusában bekövetkezett a császári főseregnek az újabb támadása, és hát lehetetlenné tette ennek a befejezését, ahogy Hajagus József barátom írta egyszer egy tanulmányába, ez igazából egy hídfő lett a semmibe, tehát sok haszna a továbbiakban ennek nem volt. 49. júliusában a császári csapatok már elérték Komáromot, majd pedig miután a Görgei vezette magyar fősereg a Duna balpartján július közepén megindult ugye Vác irányába, várható volt, hogy rövidesen Esztergom is újra császári megszállás alá kerül. Ez 1849. július közepén következett be. Ugye annyira nem volt jelentőség egyébként az adott pillanatban a városnak és a megyének, hogy nagyon iratot sem tudunk arról, hogy ez pontosan mikor következett be. Azt azonban tudjuk, ugye, hogy a megyei hatóságnak a forradalom ügyéhez hű része az megint áttette a székhelyét Komáromba, és ugye ott igyekezett kibekelni jobb időkig a szabadságharc további időszakát. Az Esztergom városi és megyei megtorlásról nagyon keveset tudunk. Ez egy további kutatandó téma. Azt tudjuk, ugye, hogy a képviselők közül a Besze Jánost, illetve a Palkovics Károly főjegyzőt, ugye az esztergomi ellenállásnak a
lelkét, azt hadbíróság elé állították, beszélt először halálra, majd pedig ugye várfogságra ítélték. A másik két képviselő közül az egyik, a Varga Benedek László, az bemenekült Komáromból, honvéd századosi kinevezést kapott, és ilyen módon Klapkától ugye menlevelet, és megúszta a megtorlást. A másik képviselőt szintén hadbíróság elé állították, de miután gyakorlatilag semmit nem tudtak rábizonyítani, rövid igazoló eljárás után hát büntetlenül maradt. Hogyha összegzést lehet mondani, akkor azt mondhatjuk, hogy Esztergom város és megye nem viselkedett se jobban, se rosszabbul, mint a többi magyar megyék. Voltak persze olyan magyar megyék, amelyek sokkal rosszabbul viselkedtek, ugye, mit tudom én, mondjuk Sáros megye, az a hazaárulók igazi fészke volt. Esztergom város és megye helyzetét alapvetően ugye részint a már említett komáromi erőd közelsége határozta meg, részint pedig hát a hadi események döntötték el, hogy a megyei és a városi hatóság éppen kinek és hogyan fog engedelmeskedni. Köszönöm szépen a figyelmüket, remélem nem hadaltam, és hogyha még kérdésük van, és amennyiben tudok rá válaszolni, akkor szívesen megteszem. Köszönöm.